Nagyon bízom benne, hogy nagyon jól szórakozott a közönség, akik kilátogattuk, hiszen a játékosok mindent elkövettek annak érdekében, hogy ez így legyen. Több olyan lehetőségünk is volt, amiből még szerezhetünk volna, én azt gondolom, hogy Marek Strachnik én szerintem fantasztikusan játszott. De az egész csapatra elmondható, amit elterveztünk, hogy hol tudunk labdát szerezni, hiszen nagyon kielemeztük a haladás játékát, hiszen egy olyan csapat látogatott ide, aki a Ferencvárost is 2-0-ra tudta verni. Úgyhogy tudtuk, hogy nagyon leckét sikerült megoldanunk. Én azt gondolom, hogy nem csak mi készültünk, hanem a csapatot is fel tudtuk készíteni, és a csapat maximálisan, amit kértünk, a házi feladatot nagyon jól megoldotta. Kétszer úgy szereztünk labdát, és úgy rúgtunk volt, amit gyakoroltunk egész héten is. Én csak gratulálni tudok az egész csapatnak. Sokszor mondtam már, amikor nem is nyertünk, hogy ezzel a csapattal érdemes, ezekkel az emberekkel érdemes együtt dolgozni, ilyen emberekre van szükség a labdarúgásban, hiszen amikor nem nyertek, akkor is alázottak tették hétről hétre a dolgokat, és én büszke vagyok rájuk, és nagyon boldog vagyok azért, hogy ezeknek a játékosoknak, ezeknek a srácoknak sikerül most már eredményesen is dolgozni. Tudjuk, hogy nagyon messze a vége, a terveink mások nem lehetnek ugyanúgy, mint ami volt. Én gratulálok a srácoknak, köszönöm a szurkolóknak a támogatást, és bízom benne, hogy jól szórakoztak, akik kilátogattak. Köszönjük szépen. Kérdés? Nekem lenne egy kérdésem. Mester, vélemény szerint mekkora szerepe volt a múlt heti győzelemnek a mai sikerben? Milyen volt az öltözői hangulat a héten? Illetve mennyire érzed, hogy pozitív volt? Sokan kérdezik. Nem mindig pozitív az öltözői hangulat. Azért, mert mindig teszik a játékosok, mind az edzésen és mind a mérkőzésen a dolgokat. Egyre jobban jövünk ki a mérkőzésen belüli fordulópontokból, idáig nem rúgtunk rá gólt, nem mi jöttünk, nem nekünk pattant úgy le a labda, de én azt gondolom, hogy tettünk is azért, hiszen egyre tudatosabban játszik a csapat, úgyhogy nem az a múlott, minden győzelem nagyon fontos egy játékos és egy klub és egy csapat életében, biztos, hogy a múltat is fontos volt, de van még itt egy csomó mérkőzés, mindegyik fontos, úgyhogy én azt tudom csak mondani, hogy ezek a játékosok mindig is pozitív gondolkodással jönnek ide be, úgyhogy még egyszer mondom, én büszke vagyok rájuk.